Sziasztok! Ez egy olyan videó lesz, amiben elmesélem nektek azt, hogy hogyan tapasztalom az oltást, Covid-oltást, hogy a Pfizer kaptam. Ezért a mellékhatások is különböztek. Mert ma kaptam a másodikat, az első pedig 5. hónapban kaptam. Az első oltásom az nem fájt. Az elején akkor megkaptam az elsőmet. De viszont, ha bár az első egy órában nem fájt, este fele kellett jobban fájni, amikor kicsit pihentem, utána fájt az egész kezem, és nem tudtam innentől idáig mozgatni, annyira fájt a kezem. Viszont másnap reggel pedig már láttam, tehát tudni se tudtam, annyira húzódott a vállam, az izmom, hogy egyszerűen nem tudtam ráfeküdni, és mozgatni se tudtam. Mivel már vége az első oltásnak, úgymond, ma voltam a második oltáson, amin nincs 2 órája, hogy voltam, és eddig semmit sem tapasztaltam. Majd szerintem reméljük, hogy nem lesz semmi baj. Remélem. De majd, hogyha lesz, akkor úgy csinálok ezt egy videót, hogy második oltás után 1 órával, meg talán 1 hónapra rá, hogy el tudjam mondani nektek, hogy mik a tapasztalataim, min fájt, és hogy hogyan vészeltem ezt az egészet. Szóval az első oltás, ami 5. hónapban történt. Regisztráltam rá egy héttel, egy időpontot kértem, mert szerettem akkor már jelentkezni az oltásra, hogy én is eltessek rajta, hogy ne csak mások. Erre gondoltam egyet, és felmentem az oltalukra, ahol lehet időpontot kérni. Kértem is. Szóval kaptam szombatra is időpontot. Az nem tudom, hogy hányik, ahol csak szombatot tudok, akkor pont, hogy fociztam. Délután megfociztam. 1 óra körül. És így, hát, de mikor a meccsről hazajöttünk, ilyen 3 óra környékén, szerintem, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem annyi körül lehetett, 4-3 között. A vállam az teljesen káó volt, szóval nem tudtam használni. Nem tudtam felemelni, max ha fel is tudtam emelni, akkor csak így ennyire följebben nem ment, mert annyira fájt, hogy nem ment. Szóval az első tapasztalatom az első oltásról fájdalmas volt. Nem volt könnyű, de túléltem. Nem volt olyan, hogy 3 napig nem fájt a vállam. Vagyis fájt a vállam 3 napig, szerintem biztos volt annyi. Az első 2 napban nagyon fájt, még vasárnap este be is lázasodtam egy kicsit, hiszen miért is ne. De szedem a vitaminokat, szóval próbálok jól teljesíteni az oltások szempontjából, hogy át tudjam vészelni a másodikat is. Bár elvileg azt mondták, hogy a második oltás kicsit rosszabb lesz, azaz sokkal fájdalmasabb lesz. Hát erre én kíváncsi leszek. Hát szóval ennyi is lett volna ez a videó. Kicsit rövid lett, azt nézzétek el nekem. Reggel van még 10 óra, 9 óra.
Most veszem föl. Aztán legyen szép napotok, ha tetszik ez a covidos sorozat, akkor nézzétek meg, írjátok meg kommentben, hogy kinek milyen volt, vagy ha kaptok, vagy ha mentek oltásra, miért kértek, kaptok, mert én a Pfizer-t kaptam mind a kétszer. Ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl. Sziasztok, legyen szép napotok!